A járvány második hulláma és a tél közelsége miatt sokan igyekeznek immunerősítő és egészségmegőrző készítményeket, vitaminokat beszerezni. A leggyakoribb a C és a D-vitamin, a szakemberek szerint azonban fontos, hogy egyik esetében se lépjük túl az előírt mennyiséget. Mindegyikből az optimális mennyiséget érdemes szedni, főként, ha nem vagyunk betegek. Ha betegek vagyunk, akkor lehet egy kicsit megemelt dózisban szedni. A D-vitaminnál az általános, ami egy ilyen fenntartó adag, az egy 1000 nemzetközi egység, ami pedig egy kicsit telítő, meg amit próbálnak most az emberek nagyobb adagba szedni, az azt mondhatni, hogy 2000-4000 nemzetközi egység között. Természetesen vigyázni kell ezzel, mert sokszor azt sem tudja egy-egy beteg, hogy szed esetleg ő már valamilyen D-vitamin vagy D-vitaminhoz hasonló készítményt gyógyszerként. Sokan fontosnak tartják, hogy még az igazi télies időjárás előtt ellássák magukat és családjukat különböző immunerősítőkkel. Fazekas Péterné természetes módon gyümölcsökkel és zöldségekkel is pótolja a szükséges vitaminokat. Szedem a béresztő vitamint, szedjük mint a ketten a fiam, sőt az unokáim meg a másik fiam Győrbe laknak, azok is el vannak vele látva, úgyhogy azokról is az ember, ha tud, akkor ha nincs vagy nem talál, akkor gondoskodunk. És akkor szedem az omega-3-at. A vitaminok és a már említett készítmények mellett sokan vásárolnak a megfázás tüneteinek enyhítésére alkalmazható növényi készítményeket.